Mai este nagy fába vágtuk a fejszénket, mert arról kellene beszélni, hogy milyen betegségekkel, milyen problémákkal foglalkozik a neurológia, és nem biztos, hogy erre a következő 48 óra elég lesz, hogy ezt elmeséljem. Ki ez, aki nem járt még neurológusnál? Megkérdezhetem? Na, azért akkor vannak, akinek még ez kérdés. A neurológia az idegrendszer megbetegedéseivel foglalkozik. Ugye a neuro az ideget jelent, a logos pedig beszédet vagy tudást, valamiről való tudást. Az idegrendszer és az izomzat szervi eredetű megbetegedéseinek a diagnosztikájával, gyógyításával, rehabilitációjával és megelőzésével foglalkozik. Ugye sokszor sok tévhit kering még a kollégák körében is a neurológiáról. Sokszor érkezik a beteg, hogy hát engem a házi orvos utal, de hát igazából én nem vagyok ideges, nekem nincsenek idegi problémáim, nekem a fejem fáj, vagy a kezem zsibbad. A neurológiai betegségeket kísérhetik pszichés tünetek, de nem azok állnak előtérben, az a pszichiátria témakörébe tartozik. A neurológus lokalizációs, azaz helymeghatározásos diagnózist ad. A kérdés az, hogy az idegrendszer melyik részében van a betegség, ez egy úgynevezett magassági diagnózis, a központi idegrendszerben, az agyban, a gerincvelőben, vagy már a környékre kifutó idegekben, vagy az izomzatban van a betegség oka. Itt az idegrendszer felépítését láthatjuk, egy nagyon gyengén látható ábrán, ezért elnézést kérek. Ugye, a központi idegrendszerünk, ugye a központ az agy. A központi idegrendszerhez tartozik még a gerincvelő állománya. Az agy szerkezete úgy néz ki, hogy a... Nézzünk egy idegsejtet először. Az idegsejtnek van egy sejttestje, abban helyezkedik el egy sejtmag, vannak nyúlványai, és vannak mind a két végén kapcsolatra alkalmas végtalpacskák, ahol egymással az idegsejtek kommunikálnak, és egy bonyolult hálózatot hoznak létre. A sejttestek a szürke állományban találhatók, az agyállományban és a gerincvelő állományában, és a pályák pedig a fehér állományban találhatók. A központi idegrendszerből kilépő rostok, nyúlványok kötegekbe rendeződnek, és ellátják a perifériás izmokat, illetve információt szállítanak az érző idegvégződésekből be a központnak arról, hogy mi a helyzet odakin. Jó, itt látható egy idegsejt. Azért, hogy ez a vezetés, ez lényegében egy elektromos vezetéket képzeljünk el, hogy itt a vezetés és sebesség gyorsabb legyen, ezért egy ilyen zsíros tokban, mielin hüvely csomagolásban van az ideg vezeték, az axon, és ez segíti az ingerület gyorsabb terjedését. Jó, nézzük az agyot. 50-100 milliárd idegsejtből áll, körülbelül becslések szerint. 100 billió érintkezési ponton kapcsolódnak egymással az idegsejtek. Az agyunk a teljes vérellátás 20%-át használja föl, és a rendelkezési oxigén szintén 20%-át, ami egy igen nagy szám, ugye, ahhoz képest, hogy milyen kicsi tömeget képvisel az egész testünkhöz képest. Jó, itt látható az agy külső felszíne, itt a kis agy, homloklebeny, temporális lebeny. Itt látható egy metszet, itt látjuk az agykamrákat, az agykamrákban az agyvíz kering, ez az agy alsó felszíne, itt lépnek ki az agyidegek. És itt láthatjuk, ahogy az agytörzs folytatódik a gerincvelőben. De most az agyban különböző központok vannak, különböző helyen helyezkednek el azok a sejtcsoportok, azok, amik különböző funkciókért felelősek. Itt láthatjuk, hogy csak rossz gombot nyomogatok, hogy például
ebben a tekervényben helyezkedik el a mozgatóközpont, itt vannak a mozgásért felelős idegsejtek, csoportosulnak, és innen indulnak ki a mozgatópályák. Mögötte az érzőközpont, ide érkeznek be az információk az érzőidegeken keresztül. De van központja a beszéd kivitelezésnek, és a beszéd értésnek is. Ez külön helyen helyezkedik el. Van látókérgünk, a látás központja, és nagyon sok más egyéb központ, szaglóközpont, ízérzés, hallás. Külön központja van még az arcfelismerésnek, és például ha ez sérül, akkor a beteg nem ismeri fel a szembejövő ismerős arcokat, és esetleg más tünete nincsen. Na most ugye az agynak két féltekéje van, és ezek a innen kilépő pályák kereszteződnek. Tehát ami a bal féltekében van, az a jobb testfelet látja el, ami a jobb féltekében van, az a bal testfelet látja el. A esetek zömében, ugye jobbkezesek esetén, de hát vannak balkezesek is, ott is a nagyobb részben a domináns félteke az a baloldali félteke. A bal féltekénk a tudatos féltekénk. Működteti a jobb kezet, a beszéd központot található, ott van a számolásért felelős, az írásért, olvasásért, elvont gondolkodásért felelős központ, a logikus gondolkodásért ezt felel, és a másik féltekénk, a szubdomináns féltekénk, a jobb féltekénk, az a lazábbik félteke, onnan vezéri a bal kezet, ami egy sokkal érzékibb kéz, innen van a muzikalitás, a zene hallása. Például van olyan beteg, akinek a beszédközpontja sérült a domináns oldalon, de énekelni tud. Vagy például káromkodni is. Az is a másik féltekéből jön. A művészi képességek, a térbeli látás, kreativitás, fantázia, ezek a szubdomináns féltekének a lelőhelyei. Jó, tehát a központi idegrendszerhez tartozik az agy és a gerincvelő. A gerincvelőt és az agyat idegek hagyják el, idegpályák. Itt láthatók az agyidegek. Ugye van 12 pár agyidegünk, van a szaglóideg, a látóideg, szemmozgató ideg, még egy szemmozgató ideg, a háromosztató ideg, még egy szemmozgató ideg, az arcideg, ami mimikai izmokat idegzi be, a hallóideg és egyensúlyozó ideg, ami együtt fut, egy nyelvkarati ideg, egy bolygóideg, ami vegetatív működésekhez, vegetatív működéseket közvetít, van egy nyárulékos ideg és egy nyelv alatti ideg. Ezek már a perifériás idegrendszerhez tartoznak, tehát az utolsó idegsejt és annak a nyúlványa a perifériás idegrendszerhez tartozik, ahogy kilép a központi idegrendszerből. Hiába van a fejünkön, az mégis perifériás idegrendszer. Jó, a gerincvelőből ugyanígy, ahogy az agyidegek, szelvényenként hagyják el. A gerinc, itt látható a testünk szelvényezettsége, szelvényekkel hagyják el az idegek a csigolya közti kijáratokon, és ezek aztán fonatokba, majd idegekbe szerveződnek, és így látják el a testünk különböző tájait. Azért nagyon fontos elmondani, hogy honnan tudja a neurológus, hogyha egy bizonyos terület panaszával jön a beteg, hogy neki zsibbad mondjuk az első két ujja, az milyen idegpályának a sérülése lehet. Tehát valahogy lokalizálni kell, hogy honnan jöhet a baj. Ugye, és hogyha azt mondja a beteg, hogy neki zsibbad a egyik könyöke, meg a másik térde, akkor azt mondom, hogy hát ilyen neurológiai betegség nincs, mert ezt nem tudom hova lokalizálni. Tehát ez valószínűleg nem neurológiai eredetű baj lesz.
Jó, tehát ez a perifériás idegrendszerhez tartozik. Ugye kijönnek az érző, befelé közvetítik az ingerületet, az információt, az érző idegek, és a motoros, mozgató idegek pedig végrehajtatják a parancsot, ami mondjuk, ha egy forró dologhoz nyúlunk, akkor el kell rántanunk a kezünket. Ugye bemegy a központi idegrendszerbe az információ, hogy ez forró, és a mozgató idegrendszer, mozgató központon keresztül ugye elrántatja a kezünket a esetleg sérülést okozó dologtól. Nézzük akkor, hogy mivel foglalkozik a neurológia. Hát röviden, vagy nagyon, nagyon szűken az agy vérkeringési zavaraival, az epilepsziákkal, az idegrendszer daganatos megbetegedéseivel, fertőző megbetegedéseivel, fejfájósokkal és neuralgiákkal, demielinizációval járó megbetegedés, nem kell megijedni, majd beszélünk róla, mozgászavarra járó megbetegedésekkel, demenciákkal, azaz szellemi leépüléssel járó betegségekkel, a perifériás idegrendszer megbetegedéseivel, izombetegségekkel, öröklődő neurológiai megbetegedésekkel, gerincbetegségeknek az idegrendszeri szövődményeivel, az alvászavarok bizonyos részével, és alkoholbetegséggel és egyéb metabolikus zavarokkal összefüggő betegségekkel. De azért ezt el kell mondani, egy jelentős átfedés van itt a különböző felsorolt kórképek között. Van, amit ide is lehet csoportosítani, meg oda is lehet csoportosítani. Van, amit meg nem tudjuk, hogy hova csoportosítsunk. Nézzük először a leggyakoribb, vagy a legnagyobb problémát okozó betegségcsoportot, az agynak a keringési zavarait. Itt az agy vérellátása látható egy MR-angiográfiás ábrán. Jó, a két fő nyaki ütőérből és két hátsó a gerinc csatornában futó ütőérből kapja az agya beidegzését, és az agy alapon egy ilyen artériás kört alkot, ami egy jelentős rezerv arra, hogyha valamelyik megsérül, akkor még a többi három felől kaphasson az agyunk elegendő vért. Mi a stroke? Ugye agyi érkatasztrófa. Az agy vérkeringés eredetű akut szövetkárosodása. A harmadik leggyakoribb halálok Magyarországon. Ugye itt van sok tévhit, ami kering. Például nagyon gyakran hallom az betegektől, hogy agyvérzésem volt. Valószínűleg, amit agyvérzésnek neveznek, a leggyakrabban az agyi érelzárodás, az az agyi infarktus. Mit jelent az infarktus? Hogy ugye minden szövetnek megvan a maga vérellátása, és hogyha a vérellátás valami miatt akadályozott, elzáródik egy ér, akkor az általa ellátott terület elhal. Ugye ez az infarktus. Ugyanez a szívinfarktus is, tehát az agyi infarktus és a szívinfarktus szövet elhalás, vérkeringés, oxigén hiány miatt. Tehát az érkatasztrófák 80-85%-ban érelzáródás miatt következnek be, és csak 10-15% vérzéses eredetű. Körülbelül 30-50 ezer új beteggel számolhatunk évente Magyarországon. Mik a leggyakoribb tünetek? Féloldali gyengeség. Beszédzavar, akár a beszéd kivitelezésnek a zavara, tehát, hogy nem forog a betegnek a nyelve, vagy megfogalmazza a szavakat, és nem tudja kimondani, amit szeretne, egy úgynevezett motoros beszédzavar, a szájzug elhúzódása, esetleg kettős látás, egyensúlyzavar, szédülés. Ugye a fejfájás az infarktusnak ritka tünete, az agyvérzésnek nagyon gyakori. A hirtelen erős fejfájás. Ezen tünetek közül bizonyos tünetek nagy biztonsággal jelzik a agyi érkatasztrófát, például a féloldali gyengeség. A szédüléshez még kell valami, hogy biztosan tudjuk, hogy agyi érkatasztrófája van, a betegnek.
Mik a rizikófaktorok? A magas vérnyomás 70%-ban jelen van. Ugye ezért kell kezelni idejében a magas vérnyomást, mert nagyon erős rizikófaktort jelent az érbetegségekre, infarktusokra. A cukorbetegség, a magas vérzsírszintek, dohányzás, vesebetegségek, egyfajta bizonyos alvászavar, amiről fogunk beszélni, úgy hívják obstruktív alvási apnoe szindróma, és nagyon fontos a genetika. Ugye van, aki az életében nem evett semmi zsírt, rendszeresen mozog, nem dohányzik, nem magas a vérnyomása, és mégis érelmeszesedés alakul ki nála, mert a génjeiben ezt hozta magával. Ugye az agyérkatasztrófa sürgős ellátást jelent. Miért jelent sürgős ellátást? Van rá lehetőség, hogyha egy ér elzáródik, vagy egy érbe embólia sodródik, akkor ezt az érrögöt fel lehessen oldani. De ehhez bizonyos időn belül el kell jutni olyan centrumba, ahol lesz képesek elvégezni. Ezt úgy hívják trombolízis, a trombusnak vagy embólusnak a feloldása. Ezért szoktuk mondani, hogy az idő az agy. Tehát, hogy minél hamarabb eljusson a beteg a kórházba, az nagyon fontos az ilyen kórképekben. Körülbelül olyan 4-5 órát lehet mondani, de ezen belül azért érdemes 3 órán belül bejutni a kórházba, hiszen ott is kell majd vérvétel, laborvizsgálat, koponya CT vizsgálat, ahhoz, hogy a beavatkozást meg lehessen csinálni. Ugye a baj mikor van? Mert hogyha az ember mondjuk ebéd után ül és lefittyed a fél oda, lefittyed a szája, lebén a karja, lába elgyengül, akkor ugye viszonylag egyszerű a dolga mindenkinek, mert lehet tudni pontosan, mikor kezdődött. Amikor ez alvásban, ébredéskor, reggel jelentkeznek a tünetek, akkor nem tudjuk megmondani, hogy mikor kezdődik. Tehát így a beteg kicsúszik az időablakból, akkor ezt a beavatkozást nem lehet elvégezni. Jó, itt ezen az ábrán látjuk, hogy ugye többfajta lehetőség van az ér elzáródása, egyrészt a trombózisra, amikor az érben magában egy meszes plakkon alakul ki a vérlemezkék összetapadásából adódóan a trombus, ami elzárja az eret. És van az embolémi távoli szervből, szívből, szívbillentyűről, nyaki erekből képződött embolusok sodródnak el távolabbi helyekre. Tehát lehet akár, ugye a trombózis, amikor magában abban az érben alakul ki, ami elzáródik, az embolia pedig az, amikor távolabbi helyről sodródik el a trombus és zárja el az eret. Mit tudunk tenni? Ugye ha még nincs stroke, akkor vérnyomást lehet kezelni, vérzsírt csökkenteni, dohányzást abba hagyni, kezeltetni ezt a bizonyos légzészavart, vesebetegséget, cukorbetegséget, cukrot beállítani. Jól beállított cukorbetegnek sokkal kevesebb a rizikó, sokkal alacsonyabb a rizikója a szövődményekre. És ugye a másodlagos megelőzés, ha már kialakult, akkor véralvadásgátló, vérlemezke összetapadásgátló. Szóval ugye miért szedünk aszpirint? Miért szed minden 50 év feletti amerikai aszpirint? Hogy ne kapjon szívinfarktust, vagy agyi infarktust. Az esetek bizonyos 100%-ában hatékony az aszpirin, és megakadályozza, hogy a vérlemezkék összeálljonak trombusokká, vagy embolus alakuljon ki belőlük. Aztán mit lehet még tenni? Operálni lehet. Itt láthatók a nyaki. Itt látható az előső nyaki főítőér, az artéria karotis. Ugye ebben, hogyha biztos sokakat küldtek már el nyaki érultrahangra, karotis doppler vizsgálatra. Ugye ott megnézik, hogy a nyaki ereken van-e valamilyen messzes fölrakódás, plak vagy szűkület. Hogyha a szűkület 70% feletti, akkor általában az elzáródás kockázata nagyobb, mint a műtét kockázata, ezért be kell avatkozni. Kétféleképpen végzik ezt a beavatkozást. Vagy úgy, hogy föltárják az eret, és kihúzzák belőle
lakott, vagy pedig úgy, hogy az érbe egy úgynevezett, itt látható a keresztmetszete az érnek, ez a szűkület, itt folyik a vér ebbe a pici lukba, ugye ez már nagyobb szűkület, felvezetnek egy úgynevezett stentet, ami kifeszíti, kitágítja az ered belülről, és szabaddá teszi a vér útját, és megakadályozza ez a háló azt, hogy erről a felrakódásról további embolusok szakadjanak le, és zárjanak el a gyereket. Egy másik nagy betegségcsoport az epilepsziák. Ugye az epilepsziás roham egy idegsejtcsoport kóros egyidejű kisülése. Van epilepszia betegség, meg epilepsziás roham, mint tünet. Az epilepsia betegség az mindig spontán, tehát nem provokáltan jelentkező, és ismétlődő epilepsziás rohamokat jelent. Tehát ha valakinek életében van egy lázgörcse, mondjuk gyerekkorában 40 fokos lázal, az nem epilepsziás. Vagy ha alkohol megvonás miatt egy nagy rohama van, attól még ő nem epilepsia beteg. Epilepsia beteg az, akinek időnként ismeretlen okból spontán epilepsziás rohamai vannak. Na most az epilepsziás roham, ugye egyrészt, amit mindenki ismer, a nagy roham, amikor eszméletvesztéssel jár, ugye a beteg megfeszül, egy tónusos szakba kerül, és utána rángások jelentkeznek a teljes testében. Ez egy általánosult roham, ilyenkor a roham az egész kérget érinti. De az abszensz nevezető roham, ami gyerekkorban igen gyakori, az is egy generalizált nagy roham, ami csak annyiból áll, hogy a gyerek elréved egy kicsit, és nincs ott. Az abszensz az hiányt jelent, tehát megszűnik a külvilággal való kapcsolata egy pár másodpercre, és ez is egy generalizált roham jelenség. És vannak részleges rohamok, amiket ugye sokkal nehezebb felismerni a laikusnak is, vagy a kezelőorvosnak is, amikor a beteg csak elkezd csámcsogni egy kicsit, furcsa szagot érez, aztán elkezd csámcsogni, ugye lehetnek előjel jelenségek, képrohanás például, mintha vetítenének, azt mondják a betegek, vagy csámcsog, vagy a kezével csinál valami sztereotíp mozgást, és utána van egy átmeneti tudatzavar, amire a beteg nem emlékszik, de néha egész rendezetten viselkedik. Vagy vannak részleges rohamok, amikor csak végig szalad, mint az érző kéregnek a kérgen a zsibbadás, az érzés zavar egy végtagon és az arcon. Vagy pedig rángások csak az egyik végtagon, csak egyetlen végtagon, vagy fél oldalon. Ezek részleges rohamok. Nagyon kell vigyázni az epilepsziát, ugye nagyon sokszor küldenek beteget, hogy epilepsziás. Nagyon nehéz diagnózis. Ugye kell egyrészt egy szemtanú, mert a beteg nem emlékszik rá, hogy mi történt. Tehát lehet, hogy valakit mondjuk 10-20-szor találnak a földön otthon, és összetöri magát, és mégsem epilepsziás, hanem pacemakert kell beültetni a szívébe, mert szívritmus zavara van. Tehát hogyha nem tudjuk... Nincsen szemtanunk, hogy hogy zajlottak a rohamok, sokszor nagyon nehéz diagnózist adni. Egy másik fájdalomszindróma, ami szintén a fejre lokalizálódik, ez pedig az arcidegzsába. Ugye trigeminus neurológiának hívják, ez az a háromosztatú agyidegnek, ugye érzően látja el az arc bőrét, az egyes ága, a kettes ága és a hármas ágán jelenhetnek meg. Ezek a villámcsapás szerű nagyon éles fájdalmak, ami sokszor a beteget beszéd és rágásképtelenné teszi, mert a rágás vagy a beszéd is provokálja ezeket a villámcsapás szerű fájdalmakat. Egyébként trigeminus neurológiát szerintem, tehát ilyen neurológiform fájdalmat egy-két meghűlés esetével, ilyen vírusos betegség esetén majdnem mindegyikünk átél egy pár ilyen fájdalom jelenséget, de ez állandósult fájdalom, és tűrhetetlen, és nagyon sok panaszt okoz a betegnek, és nagyon nehéz gyógyszerelni. Hát vannak sebészi módszerek, amiben lehet csökkenteni, vagy javítani a
betegnek az életminőségét. Másik momus szklerózis multiplex. Ugye? Nagyon gyakran kapják meg a betegek ezt a diagnózist, hogy nagyon gyakran aggódnak, hogy esetleg ilyen betegségük van. Most ez leginkább a 20-40 éves korosztályt érinti. Magyarországon körülbelül 6-8 ezer beteg van, tehát a betegség nem annyira gyakori, mint amennyire gyakran. Ez a diagnózis akár csak az MR leletre rákerül, mikor valaki elmegy egy koponya MR-re, és már a leletben van lehetséges szklerózis multiplex. A betegség a központi idegrendszernek a fehér állományát támadja még, tehát, de nem az idegrostokat, hanem a csomagolást, amit az elején említettem, ott károsodik az idegrostnak a vezetési képessége. Azért hívják szklerózisnak, mert a 19. században a betegség leírója azt talált, hogy a szklerózis multiplexes betegeknek az agyában ilyen keményedések vannak, amik már hegek, tehát következmények, ilyen gliacsomók alakulnak ki a központi idegrendszerben. Ezek már az elhalt területeknek tehát ezek az elhalt területek. Nem tudjuk az okát a betegségnek, valószínűleg autoimmun mechanizmussal alakul ki. Ikervizsgálatokban azt látták, hogy egypetélyű ikreknek körülbelül 30%-a, egypetélyű ikreknél 30%-ban van jelen a betegség mind a két ikernél, tehát nem egyértelmű a genetikai teória sem. Nők sokkal gyakrabban kapják meg 2-3-szor, és minél északabbra megyünk a térképen, annál gyakoribb a betegség, az egyenlítő környékén gyakorlatilag nincsen. Most ugye a betegség 30-40%-ban enyhe lefolyású. Sokszor van az, hogy mondjuk egy 50 év fölötti beteget más okból küldünk el koponya MR-re, és szklerózis multiplexes elváltozások vannak az agyállományban, amik tünetmentesen alakultak ki, és már semmiféle veszélyt nem jelentenek a későbbiekre. Vagy nagyon pici funkciókárosodással, nagyon pici a funkciókárosodás évtizedek alatt is. 10-20%-ban sajnos gyors lefolyású a betegség. Kétféle formája van, egy hullámokban zajló, és egy krónikusan egyre rosszabbodó formakör. Nagyon sokat fejlődött az utóbbi években a SM kezelési lehetősége, különböző immunmoduláns kezelésekkel jó eredményt lehet elérni, gyógyítani nem lehet. Jó, itt lehet látni az SM-nek a SM-es elváltozás lényegét, ugye itt lehet látni egy épidegrostot, itt az idegrost csomagolása. Úgynevezett oligodendroglia sejtek elkezdenek degenerálódni, és egy kötőszövetes átalakulás látható a rost körül. Ugye tekintettel arra, hogy nem tudjuk, hogy az agy, ugye láttuk, hogy az agynak különböző részein, különböző funkciért felelős területei vannak, ezért a tünetek attól függnek, hogy az agy melyik részében alakulnak ki a csomók, és melyik részében aktívak, melyik részében éppen képeznek tünetet. Tehát így lehetnek bénulások, koordinációs zavarok, nyelési nehézségek, hangulati zavarok, érzéscsökkenések, zsibbadások, vegetatív tünetek. Nagyon gyakori tünet a fáradékonyság. Éppen egy fiút raktak ide, pedig hát azt mondtuk, hogy a lányokat, nőket gyakrabban érinti. Tehát nagyon színes a megjelenési forma, nem lehet mondani egy tünetre, hogy ez jellegzetes a szklerózis multiplex betegségre, mert ugye attól függ, hogy gerincvelőben is lehetnek gócok, akkor annak megfelelő tünetek alakulnak ki. Hát a diagnosztikája az MR vizsgálat elsősorban. Az idegrendszer fertőző megbetegedései. Gyorsan.
agyhártyagyulladások, ugye gennyes, azaz bakteriális, vírusos, amin valaki, valószínűleg mindannyian átestünk egy enyhébb vírusos agyhártyagyulladáson. Az olyan, mikor az ember lázas, és nem tudja mozgatni a fejét, olyan nehéz, és nem tudja megemelni a párnáról egy-két napig. Tehát nem mindenki kerül kórházba, nem mindenkinek vesznek agyvizet, hanem szépen ez általában magától elmúlik. Vannak agytályogok, mint minden szervben lehetnek ugye elvándorolt, vérállalmal elvándorolt, bakteriális fertőzésből vérállalmal elvándorolt baktériumok, amik elszaporodnak az adott szövetben. Vannak agyvelőgyulladások, ugye a leggyakrabban herpeszvírus okozta, vagy az úgynevezett kullancs okozta agyvelőgyulladás. Ugye ez ellen a kullancs kétféle betegséget terjeszt, a Lyme-kort és a kullancs-enkefalitis. A kullancs-enkefalitis ellen van oltás, a Lyme-korról meg mindjárt beszélünk. Az övsömör, az érző dúcban élősködő bárányhimlő után ott maradt herpeszvírus, aki egész életében ott les és várja, hogy megfelelőek legyenek a körülmények, és egyszer csak egy megfelelő idegágon, egy dermatómán, ugye látok ilyen szelvényezett, mert ugye bennül az érzőideg dúcban, tehát egy szelvényben fog megjelenni a fertőzés, ami egy nagyon erős idegi fájdalommal, neuralgiás fájdalommal jár, és utána jönnek a kiütések, és aztán még akár évekig is fájhat. 85 év felett minden második betegnél előfordul, minden második embernél előfordul. Tehát a korral egyre gyakrabban vál, immungyenge, tehát csökkent immunrendszer esetén védekező képesség esetén sokkal gyakrabban jön elő, de a korra jelentősen növekszik a gyakorisága. Hát vannak egész szörnyű helyei, ugye érintheti ugye az arcot is, és akkor esetleg a szemet is, korneát, fület, úgyhogy bármelyik dermatobában megjelenhet, és évekig okozhat panaszokat sajnos. Ugye a HIV-fertőzés neurológiai szövődményei, erről most nem beszélünk, a prion betegségek, régen lassú vírusnak nevezték őket, ugye ez az elhíresült kergemarhakor, hát ez is egy ritka betegség, egy másik előadás témája, csak megemlítjük. Jó, itt látható a Lyme-kórért felelős kullancs. Borrelia burgdorferi a kórokozó. Magyarországon körülbelül 1000 eset van éventes. Ennél sokkal többet diagnosztizálnak, és sokkal, de sokkal több antibiotikumot megetetnek az emberekkel, Lyme-kór gyanújával. Nagyon jellegzetes, és a leggyakoribb tünet, ez az úgynevezett eritéma migráns nevezetű kör vagy karika alakú bőrpír, ami aztán elkezd növekedni. De úgy is karika, hogy például egy végtagon csak itt, meg itt, mert a karika több része az a levegőben van. És így növekszik. A Lyme-kór kezelés nélkül is gyógyíthat, és hatékony az antibiotikum kezelés. Körülbelül a fertőzés megkapása után néhány hónapon belül jöhetnek tünetek, lehetnek ízületi panaszok, idegrendszeri panaszok, arcidegbénulás, kardiális szövődményei lehetnek. De antibiotikum kezeléssel jól gyógyítható, viszont ezzel nem lehet oltani. A környéki idegrendszer betegségei, ugye, beszéltünk most a központi idegrendszer betegségeiről, és most beszéljünk a környéki idegrendszer betegségeiről. Hát a leggyakoribb panasz, ugye, a zsibbadás, egyik leggyakoribb panasz az zsibbadás. Leggyakoribb oka ezeknek a perifériás, vagy környéki idegrendszeri idegkárosodásnak a cukorbetegség. Magyarországon 800 ezer cukorbeteg van, és valószínűleg az 50%-uknak van idegrendszeri szövődménye. Nagyon gyakoriak az alkoholfogyasztás, a vitaminhiány, B12. Vannak immunbetegségek, okozta polineuropátiák, öröklődő polineuropátiák. Mi a tünet?
égő, zsibbadó, fájó láb, gyakran zokni, vagy kéz, gyakran zokni, vagy kesztyűszerű eloszlásban azt mondják, hogy mintha egy zokni lenne, vagy ilyen szorító érzéseket panaszolnak a betegek, hogyha mozgató ideg rostokat és megtámadják, akkor gyengesség lehet, hogyha vegetatívot, akkor autonóm tünetek, vizelési zavarok. Most ezek a polineuropátiák, a polineuropátia azt jelenti, hogy több ideget, a poli az több, a neuro az ideg, a pátia meg károsodás, tehát több ideget érintő károsodást jelent magyarul. Leggyakrabban valamilyen más betegségnek a szövődménye, előre szaladtunk, valamilyen, tehát a cukorbetegség miatt, vagy alkohol, tehát valamilyen más betegséget kell keresni, mert a polineuropátia csak egy tünet, egy szövődménye valamilyen más alapbetegségnek. Mononeuropátiák, az az egy idegnek a károsodása, amivel ugye a leggyakrabban orvoshoz fordulnak zsibbadásos panasszal a betegek, az úgynevezett karpális alagút szindróma, ami itt látható. A zsibbad a kezem. De hol zsibbad a kezem? Az egész zsibbad. De az egész nem zsibbad volt. Pontosan melyik új a zsibbad? Ugye? Az első három új zsibbad, vagy a középső három, vagy két és fél zsibbad. A legszörnyűbb, a leggyakrabbi panel, vagy kétoldali, vagy egyoldali. Sokan bólogatnak a terembe. A legszörnyűbb panaszokat éjszaka okozza. Gyakran ebben kell a beteg. Néha könyökig is felhasít ez a fájdalmas zsibbadás. És a betegségnek az oka, hogy itt a tenyéren van egy kötőszövetes tok, ami alatt fut egy nervus medianus nevezetű ideg, amit megnyom ez a tok, és az ő általa ellátott területen egy nagyon kellemetlen fájdalom jelentkezik. Ugye mi a terápiája ennek? Szoktuk sínbe helyezni a beteg kezét, szoktuk szteroiddal infiltrálni, injekciózni a területet, és meg lehet operálni ezt a retinaculum flexorum nyomatás alól, fel lehet szabadítani az ideget, és akkor jelentősen javulnak a tünetek. Ugyanilyen alagút szindróma a könyökön, itt a 4-es és 5-ös új fog zsibbadni. Ezek az úgynevezett kompressziós betegségek. Kinél alakulnak ki ezek gyakran? Annyi ilyen beteg van, kompressziós, neuropátiás beteg, hogy ugye magam is meglepődöm, hogy jönnek a fiatal emberek sorra mindenféle zsibbadásos, esetleg bénulásos tünetekkel. Miért? Azért, mert a számítógép előtt töltenek 8, 10, 12, 16 órát egy nap. Hogyha az egeret fogja és a tenyerével támaszkodik, nagyon gyakran kialakul a betegség. Erre persze van egy vele született hajlam is. Még visszamegyek egy pillanatra, mert itt látható még egy nagyon gyakori mononeuropátia. Ilyennel is biztos találkoztak. Ez az a szájlefittyedés, amikor ugye nem csak a száj fittyed le, hanem az egész arc megbénul. Ez a perifériás idegbénulás. Ez már az agyállományból való kilépése után károsodik az ideg. Ismeretlen ok miatt valószínűleg vírusos eredettel. Egy jellegzetes főmögötti fájdalommal kezdődik, majd a betegnek lebénul a egyik arc fele, nem tudja rendesen zárni a szemét, elmarad a pislogás, azon az oldalon lefigyed a szája, kicsorog a folyadék, nem érzi jól, esetleg nem érzi jól az ízeket, esetleg nagyon erősen hallja a hangokat, és ez egy vírus okozta, ez az a fajtája, ami izoláltan jelentkezik, akkor biztosan nem stroke. Tehát, hogyha ez központi idegrendszeri eredetű, akkor más tünet is járul hozzá. Szteroiddal, antihisztaminokkal, vitaminokkal szoktuk kezelni, és szelektív ingeráram kezeléssel próbáljuk az izmot működésre bírni, amíg az ideg magához nem tér, mert az izmok nagyon hamar sorvadásnak indulnak, hogyha elvesztik a beidegzésüket. Gerincbetegségek. Húha.
Itt láthatók a csigolyák. Ugye a gerinc degeneratív, traumás, daganatos betegségei idegrendszeri szövődményeket okozhatnak mindenhol, ahol az ideg struktúrákat nyomatásnak teszik ki. Tehát, hogyha egy csigolya eltörik és nyomja a gerincvelőt, vagy pedig a kilépő ideget, akkor ott az panaszt vagy funkció kiesést fog okozni. Itt a porckorong sérv látható, ugye a porckorongban itt kiemelve a gerincoszlopból, ugye itt vannak a csigolyák közt a porckorongok, van egy rostos tok, középen egy kocsonyás anyag, rostos tok degenerálódik, kocsonyás anyag kitüremkedik, és a kilépő ideggyököt megnyomja, ami gyulladásba kerül. Ugye ebből alakul ki leggyakrabban a nyakból karba sugárzó fájdalom, vagy pedig az ágyéki gerincszakaszból az alsó végtagba sugárzó fájdalom. Itt is lehet látni egy MR képet, itt van egy porckorong sérv, ami megnyomja a gerincvelőt is. Ugye ennek az ezek a betegségek a reumatológia és a ortopédia és a neurológia határterületén fekszenek, és az idegsebész fogja műtéttel megoldani azt, amit úgynevezett konzervatív terápiával nem tudunk megoldani, vagy pedig a funkció kiesés nagyon nagy. Izombetegségekről nem fogunk nagyon beszélni. Izomsor, mit mondjak erről? Például azt, hogy vannak szerzett izombetegségek, például gyógyszer, mellékhatások, figyeljünk erre. Ha koleszterin csökkentő mellett izomfájdalom jelentkezik, akkor azt a koleszterin csökkentőt le kell cserélni, mert okozhat arra hajlamosaknál, tehát nem mindenkinél, miopátiát, vagy a tartós szteroidkezelés például szintén. Jó. Mozgászavarokkal járó megbetegedések. A neurológia témakörébe kerül a Parkinson-kór, és a Parkinson-kort utánzó más degeneratív megbetegedések, remegések, és az akaratlan mozgások. A Parkinson-betegség, ugye dopamin anyagcserehiány, mindenki remegésre gondol, de ritkább a remegéssel járó formája, inkább egy izommerevséggel járó forma, ami gyakori. Ugye, ahogy a korral előre haladunk, egyre gyakoribbá válik a betegség, de már 40 éves korban is elkezdődhet akár. Ugye mi fog történni? A beteg összmozgása meglassul, a mimikai mozgása, meggörnyed a háta, elmarad járáskor az egy karok együtt mozgása. Aprók lesznek a léptei és csószogók. Mondta egy betegem, hogy felesége, hogy hónapok óta azt mondja, hogy oda, hogy valami ragasztó van a talpán, mert nem tudja felemelni a földről. És miért ezt a gyógyszert szedi? Azóta egyszer sem mondta, hogy egy jó gyógyszer, főleg az elején nagyon kiválóan gyógyszerelhető betegségről van. A remegés általában nyugalmi, ritkább, nehezebben gyógyszerelhető. Vannak egyéb típusú remegések, tehát nem mindenki, aki remeg parkinsonos, vannak fiatalkorban kezdődő, vagy időskorban manifestálódó, ismeretlen okú, genetikusan determinált családokban halmozódó remegések, nagyon nehéz kezelni. És vannak, ezek egyébként alkoholra csökkennek, ez az a remegés, ami alkoholra csökken, ezért sok nagy szónok és politikus lett alkoholista, mert eszenciális remegése volt, és rájött, hogy hogyan csökkentheti. A disztóniák azok pedig akaratlan mozgások. Demenciák, másik nagy csoport, ugye, memóriazavar, a szerzett ismeretanyag, a tanulási képesség elvesztése, a viselkedés és a személyiség megváltozása. Ez vagy tünet, vagy betegség. Ugye a legismertebb ebből az Alzheimer-kór, és van sokfajta más egyéb neurodegeneratív megbetegés, ami demenciával, tehát szellemi leépüléssel jár, és másodlagos is lehet különböző egyéb szervi betegségek, anyagcserebetegségek, metabolikus betegségeknek a tünete lehet az elbutonás. A legnagyobb csomag a szédülés. Majdnem mindenki szédül.
Ugye sokszor van, hogy a rendelőben azt mondom, hogy mikor már a 6. szédülős beteg bejött, hogy aki nem szédül, most a soron kívül bejöhet. Mindenki szédül valamennyire. Ugye van a szédülésre hajlamosak is vagyunk, van, aki nagyon jól bírja a ringlispilt mondjuk gyerekkorában, van, aki gyerekkorában is hány azonnal. Tehát az egyensúlyozó szervünk különböző érzékenységű. A korral viszont romlik, tehát nem véletlenül nem a nyugdíjas korúak járnak a Vidámparkba. Mert ugye egy bizonyos kor után már nézni is rossz ezeket a forgó dolgokat. A leggyakoribb oka a szédülés, itt nagyon sok tévhit van a szédüléssel kapcsolatban. Ugye a leggyakoribb tévhit az az, hogy messzes a nyakam, és nem kap az agyam elég vért. Ugye ezt a házi orvosok is közvetítik nagyon gyakran, de ez a teória az elmúlt évtizedekben megdőlt. Ez egy nagyon ritka korkép, és más egyéb tünetei is vannak, mint a szédülésnek. A leggyakoribb, a jóindulatú fejhelyzetének változtatással jelentkező szédülés nagyon gyakran reggel felkeléskor, vagy éjszaka ágyban megforduláskor jelentkezik. Ahogy fekszik az ember, megmozdítja a fejét, és én egy hihetetlen halál közeli élményt jelentő nagy forgó jellegű szédülés, esetleg hányinger, ami néhány másodpercen belül megszűnik. És esetleg ez többször ismétlődik majd a nap folyamán. Aztán gyakran van szédüléssel járó migrénes roham. Tehát a migrénnek a bevezető tünete, vagy az egész migrén alatt fennálló szédülés. Gyakori a járványos viszonylag gyakori a járványos, bár mostanában ritkábban adjuk ezt a diagnózist érdekes módon. Ez egy ilyen elhúzódó szédülés, szemtekerezgéssel, szintén forgó jellegű szédüléssel. A Menier betegség az egy rohamokban jelentkező nagy szédülés hányás, amikor a belső főben megnő a nyomás, és amiatt jönnek a rohamok. A központi eredetű szédülés viszonylag ritka, és az agyi betegségek miatti szédülés sokkal kevésbé intenzív, mint az egyensúlyozó szerv okozta a perifériás szédülés. Tehát mindig enyhébbek a tünetek, és mindig más tünet is van vele. Itt látható a bűnös, itt a belső fülünk, és ez az egyensúlyozó szervünk három férkörös évjáratban folyadékkering, egy csontos csatorna, és ahogy a fejünket mozgatjuk, úgy ez a folyadék tehetetlensége folytán, ugye nem úgy mozdul el, mint a csontos csatorna, az alján szőrsejtek, érzékelő sejtek vannak, amik a folyadék mozgásából jönnek ingerületbe, és az egyensúlyozó idegen az agyunknak közvetítik az ingerületet, és az mint egy komputer kiszámolja, hogy milyen helyzetben van a fejünk. Hogyha ez az egyensúly valamilyen ok miatt felborul, tehát az egyik egyensúlyozó szervünk kiesik, vagy izgalomba jön, akkor egy hihetetlen nagy megsemmisítő szédülés fog bekövetkezni. A szemünk nem tud fixálni egy pontra, és így jár ide-oda, és ettől elvesztjük a világgal való kapcsolatunkat hosszabb időre, vagy néhány másodpercre. Ebben a folyadékban kis otolit kristályok és kövecskék tudnak kiválasztani, olyan, mint a vesekő, mint az epekő, és este, amikor lefekszünk aludni, akkor ezek rossz helyre kerülnek, leüllepszenek, és hogy megmozdítjuk a fejünket, megingerlik ezeket a szőrsejteket, az egyik egyensúlyozó szervünk ingerületbe jön, felborul az egyensúly, jön a hihetetlen nagy szédülés. Ez egy teljesen veszélytelen dolog, de rendkívül kellemetlen. Hát van, aki elmondja, hogy volt neki ilyen többször az elmúlt héten, van, aki pedig ugye rohamkocsival megy, mentővel, mert ugye nagyon, nagyon rossz élmény, tehát nagyon nehéz eldönteni, hogy mekkora a baj kórházi osztályra. Ezeket a kis koszokat speciális fejtornával lehet kitornászni, akinek van ilyen interneten megtalálja, gyógyszeres kezelés nagyon nincsen rá, bár szoktunk adni egyensúlyozószerv stabilizálásra gyógyszert, de igazából a torna a mindenható, ami, illetve vannak bizonyos olyan manőverek, amivel ezeket a kis koszokat arrébb lehet tornászni. Na, ami még kimaradt, hogy az alkohol egy ideg méreg, tehát mindenféle
központi idegrendszeri és perifériás idegrendszeri károsodást okozhat. Az alvászavarokról nem beszéltünk, pedig itt van egy pár nagyon-nagyon nagy érdekesség, például nyugtalan lábszindróma, és az idegrendszeri daganatos betegségekről se beszéltünk. Ez egy bármilyen nagy, de jóindulatú betegség. Ugye az idegrendszerben az a baj, hogy a jóindulatú daganat is rossz helyen van, hiszen nincs hely. Az agyunk nem tágul. Tehát ha ott valami belül elkezd növekedni, akkor az előbb-utóbb tüneteket fog okozni, és el kell onnan távolítani, mert olyan struktúrákat nyomat össze, amik hát ugye funkciózavart okoznak. Nagyon fontos a fizikális vizsgálata, a reflexek vizsgálata. Nagyon sokszor, ugye, nagyon sokszor abban a csapdába esik az ember, hogy előbb írja meg a CT beutalót, vagy az MR beutalót, mint hogy megvizsgálná a beteget. Nagyon sok információt lehet kapni a mai napig a részletes betegvizsgálatból. CT, ugye, nagyon gyors leszek, mert nagyon szorít az idő. Ez egy röntgensugarat, tehát röntgen nél működő gépezet. Ugye a test különböző szövetei különböző mértékben gyengítik a röntgensugarat, és ez egy detektor méri ezt a gyengítést, és egy szürke skálán ábrázolódik, így lesz belőle kép. Vigyázni kell a CT-vel. Egy koponya CT 100 mellkas CT sugárterhelésnek felel meg, egy hasi CT pedig 400-nak. Mert ugye szeret az ember évente egy CT-t, vagy kettőt. Mire alkalmas, a csontokat látja jól, az akutérkat azt gyors, viszonylag gyors, ugye nem gyorsan elérhető, olcsóbb vizsgálat is, bizonyos dolgokra jobb, mint az MR. Az MR nagyobb felbontó képesség ugyan, de bizonyos dolgokat jobban lát a CT, mint az MR. Ebben nem menjünk bele, ezt majd a kezelőorvos eldönti, vagy pedig a kezelőorvos lehetőségei eldöntik. Az MR, az mágneses rezonancia vizsgálat. Ugye egy sokkal részletesebb képet kapunk, itt egy nagy, ez nem okoz sugárterhelést, nagy térerejű mágneses készülékbe kerül a beteg, létrehoznak egy nagy térerőben egy homogén mágneses teret. A szövetekben lévő protonok, azaz hidrogénionok nyugalmi állapotba kerülnek, és egy rádiófrekvenciás gerjesztéssel kimozdulnak, majd visszatérnek a nyugalmi állapotba, és energiát bocsájtanak ki. És ennek az energiának az energia kibocsátást tekercsekkel felveszik, és a készülék ezt képként jeleníti meg. Nagyon szép anatómiai pontosságú képet lehet kapni, de azért ez is csak egy kép. Tehát van, amit MR-en nem látunk. Egy másik történet, de itt látható egy koponya MR, és itt látható egy ágyéki gerinc MR. Vannak funkcionális MR vizsgálók, tudunk kontrasztanyagot adni, ki tudjuk kontrasztanyag nélkül rajzolni az áramló folyadékot, ugye egy MR angiók, egy MR érfestést már mutattam az elején, nagyon sok mindenre jó. Meg lehet jelölni bizonyos neurotranszmitterek, átvívő anyagokkal meg lehet jelölni bizonyos agyterületeket, a működését lehet vizsgálni, tehát vannak működést vizsgáló emerek, ezek nagyon drágák, és még nem széles körben hozzáfért vizsgálatok, inkább kutatási céllal. Az EEG, ugye epilepsziákban, tudatzavarokban alkalmazzuk, ne beszéljünk most róla, egy fájdalmatlan vizsgálat, az agy tevékenységet kísérő elektromos változásokat detektáljuk. Lényegesen ritkábban használjuk most már, hogy a képalkotó vizsgálatok vannak. Az elektroneográfia és az elektromiográfia, az izom és az ideg vizsgálata, az hát ezt nem fogom tudni, az EMG az idegek vezetési sebességét méri, az EMG pedig a vázizmok motoros egységeinek működését vizsgálja. Itt ugye a kárpális alagút szindrómák, polineuropátiák, amikről már volt szó, ezeket lehet gyöki károsodásokat és egyebeket kimutatni vele.
Jó, ultrahangvizsgálatok, ugye a karotisz dopplerről volt szó, hogy miért nézzünk karotisz dopplert, vannak kiváltott válaszvizsgálatok. Amikor valamivel, látvánnyal, hangingerrel megingereljük az idegrendszert, és mérjük, hogy milyen választ kapunk belőle. Van a PET-CT vizsgálat, arról se beszélünk most, ugye ez a pozitron, emissziós tomográfia vizsgálat. Alvás laboratóriumi vizsgálatok vannak, egész éjszakai alvást lehet vizsgálni. Beszéljünk még egy szót az obstruktív alvási apnoe-szindrómáról. Amikor valaki horkol, aztán elakad a lélegzete, akkor ugye a házastársa megijed, hogy soha többet nem fog levegőt venni, és akkor egy hirtelen nagy görcsös belégzés következik. Ez egy veszélyes betegség, ilyenkor összeesik a garatfal, elzárja a levegő útját, és ebben az oxigénhiányos állapotban a vérnyomás föltornázza magát 220-ra is, és ez éjszaka több tucatszor előfordul. Tehát ez az ereket igen erősen rongálja. Ha valaki ilyen betegsége van, vannak alváscentrumok, el kell menni vizsgálatra, adnak készüléket, ami egy pozitív nyomást hoz létre a garatban, és nem engedi összeesni a képleteket. Jó, az agyvízvizsgálata, hát régen rendszeres volt, ma már lényegesen ritkábban veszünk agyvizet. Tudunk az izomokból biopsziát, szövetmintavizsgálatokat venni, tudunk izotópvizsgálatokat csinálni a központi idegrendszerben, genetikai vizsgálatokat. És akkor köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet.